Egy világkonferencia egy magyar megyeszékhelyen, egy tudományos konferencia az egyik legerősebb gazdasággal rendelkező magyar városban. Így kezdte az RSZAI 14. világkongresszusának bemutatását dr. Kárpáti József, a Najma János Egyetem gazdaságtudományi karának dékánja, egyben a konferencia szervező bizottságának társelnöke tegnap este az egyetem kampuszán. Négy kontinensről érkeznek majd a tudományos világ szaktekintélyei Kecskemétre 2024-ben, mivel a Najma Egyetemen tarthatják meg jövőre a a Regional Science Association International Világkongresszusát a világszervezet célja, hogy a föld minden pontján megvizsgálja a gazdasági és szociális téren bekövetkező változások hatásait. Ez egy óriási lehetőség az egyetem számára, hogy egy nemzetközi térben is megmutatkozhasson, és azt gondolom, hogy ez a kapcsolatépítés szempontjából, illetve az itt felhalmozott tudásnak a bemutatására is egy kiváló alkalom és lehetőség. Szeretnénk oktatóinkat, kutatóinkat is minél nagyobb számban bevonni a konferencia működésébe, nyilván előadóként vagy akár publikációval, és szeretnénk a hallgatókat is természetesen, akik együttműködnek majd a szervezésben, a koordinációban, ellátnak különböző fontos feladatokat a szervezésben. Különösen nagy szó ez egy fiatal egyetem életében, és valahol komoly elismerése is az eddigi szakmai munkánknak, nyilatkozta Dr. Fülöp Tamás rektor. A 14. RSCI kongresszus megszervezéséről szóló dokumentumot Hans Westland, az RSCI igazgatója, és dr. Andrea Antonio Caragliu főtitkár, dr. Gál Zoltán, a Magyar Regionális Tudományos Társaság elnöke, dr. Fülöp Tamás, a Naiman János Egyetem rektora és a Naiman János Egyetemért Alapítvány részéről dr. Nagy Zoltán írták alá. I would guess, well, I'm... Én azt gondolom, robbanásszerűen meg fog nőni a kutatási együttműködések száma a Naiman János Egyetem és más egyetemek főiskolák között. Valószínűleg a diákcsere programok is élénkülni fognak, ez a két legnyilvánvalóbb hozadéka a kongresszusnak. A Magyar Regionális Tudományos Társaság és a konferencia céljai ebben a tekintetben is pontosan találkoznak igyekszik összehozni az akadémiai és a, a gyakorlati szereplőket területfejlesztéssel, innovációfejlesztéssel foglalkozó szakembereket. És hát minden évben rendezzük most már 20 éve a Vándorgyűléseket, és 18-ban pont Kecskeméten volt egy nagyon sikeres Vándorgyűlés, és hát Kecskemét egy nagyon jó helyszínnek bizonyult abban az időben is. Kecskemét kiváló helyszínnek bizonyult a pályázat során, nem véletlen esett rá a választás. A híres város a szervezet előzetes felmérései alapján is képes egy ekkora eseményt sikeresen megszervezni és lebonyolítani.